Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek. Bal oldalon láthatjátok a Concord Tabvant, még a jobb oldalon a Kubi X7 Slim tabletet. Kettő gépet kvadrantban fogjuk összehasonlítani, viszont nem is magára a gépekre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy milyen teljesítménybeli különbség léphet fel esetlegesen a kvadrant standard futatása során az Allwinner A13, illetve a A10-es SOC között. Ugye a Kubi-ban található A10-es volna elvileg az erősebb, a régebbi, még az A13-as ennek a picit talán lebutított verziója lenne. Ennek megfelelően indítjuk el a kvadrantot. És megpróbáljuk egyszer indítani is, ami nagyjából sikerült is. Elsőre a processzor műveleteknél egy hajszányival talán előrébb jár a Kubi, tehát az A10-es Allwinner, de ez még pillanatnyilag semmit sem jelent. Most egy pillanatra beelőzte a Concord Tabvant a Kubit, hiszen az A13-as SOC-val rendelkező készülék a 7. processzor műveletet egy picit hamarabb kezdte el, egy hangyányival, mert mindjárt meglátjuk, hogy melyik tud hamarabb előlépni mondjuk a memória teszt irányába. Meg is történt. A memória tesztem már végzett, és az IO-t végzi az A13-as Concord Tabvant, és az A10-es még csak most kezdi el, amiközben merülni szeretne, de ezt ugye nem hagyjuk neki. És itt láthatjuk azt, hogy még a IO egységek tesztjét végzi az A10-es Kubi X7 Slim tablet, még a Concord Tabvant már a 3D-nél jár. Most kezdte el a 2D-s műveleteket a Kubi. Utána a holdas résznél 40 FPS-t produkál a Concord Tabvant. Mindjárt megnézzük, hogy esetleg a Kubi ugyanezen a folyamatnál milyen értékeket hoz össze. Közben itt végzett. Egy picivel magasabb 45-47 FPS-t lokalizált végül is a Kubi, tehát egy kicsit talán gyorsabb is. Miközben ugye már a Concordnak látjuk az értékelését is, amelyet mindjárt külön meg is osztunk. Most végzett a Kubi. És most akkor megnézhetjük egymás mellett a két készüléket. Hát a Kubi X7 Slim tablet az 1335 pontot kapott, ami elég kevés. Még az elvileg gyengébb Concord Tabvant többet, 2003 pontot. Ami elvileg azt jelenteni, hogy a Concord némileg erősebb, azonban inkább abban kell keresni itt a megoldást, hogy valószínűleg a Concord szoftvere jobban van optimalizálva. Egy kicsit talán többet fejlesztettek rajta, ennek köszönhető a különbség, ami egyébként nem szabadna papíron ilyen módon megjelennie. Ami igazából azt jelenti, hogy ha így nézzük szoftveresen, talán egy picit előrébb jár az A13-mal rendelkező, és olcsóbb, Concordabb van, mint a Kubi X7 Slim tablet.
Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, ez pedig itt az Allwinner A10, illetve A13-as SoC összehasonlítója volt a Quadrantban. Sziasztok!